to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. In other words, baby, kiss me. Beszéltem egy újságíró haverommal, és úgy néz ki, hogy csinálhatok interjúkat, leközlik egy, hát nem tudom, hogy most a print vagy az online részen, de az a lényeg, hogy mondtam neki, hogy szeretnék csinálni egy ilyen interjúsorozatot így a hőseimről, hát akik nekem hősök, ilyen, de celebek. És hát azt beszéltük meg, hogy holnaptól nyomjuk a buli. És fú, fasza. Hősök. Yeah. Én már láttam, előbb így. Hoppjam. Szevasz, Krisztel! Halló, faszed! Hát, csináljuk, akkor már csináljuk komolyan. Cse. Hello. Cse, ez most veszi? Persze. Jaj, de jó. Mindent veszi. Laci, és már. Ez a sok lófasz? Hát, lámpa, ilyenek. Szépet csinálom, nem csak úgy. Motorház, lebasz. Nagyon jó lesz, road movie. Road movie. És Nóri merre van? Szunyán. Szunyán, bazdik. Majd abban értünk haza. Ő meg bebaszott a arcon az ágyba, azt annyi. Tegnap volt ilyen izével. A éjjel-nappal Budapestben. Abba fogok szerepelni, nem? Nem tudom. Nem hiszem. Nem tudom. Nem mondhatok róla semmit. Titoktartási nyilatkozatot írtam alá. Ja, hogy azt sem mondtad, csak azt mondtad, hogy voltál forgatáson, és hogy majd az egyszer... Végül sem mondhatom meg, hogy hol voltam. Úgyhogy nem tudtuk. Yeah. De tegnap csak castingon voltam. Mikor tegnap legyen. És ha majd egyszer mész forgatni, akkor annyit mondod, hogy forgatni volt ebben, hogy hol azt nem. Azt nem. És hogy hol látsz a tévében, azt sem mondhatom. És egyébként ez azért kurva jó, hogy így veszed. Már hogy így, hogy dicsérjelek. Hogy hagyd dicsérjelek meg. Mert ugye internetes videós izéket csinálok én alapvetően, de hogy ezt mindenki meg tudja csinálni, erre jöttem rá még tegnap a tetőn, meg ezt beszélgettük a Nórival, hogy ez azért lenne ilyen tök fontos ezt megcsinálni, ezt az egész bulit, mert azt minden hülye meg tudja csinálni, hogy otthon ül, és a webkamerájának osztja az észt arról, hogy ő hogyan élné meg a világot, meg ilyesmi. Aztán van a másik fajta ember, aki meg elolvassa ezekkel az emberekkel az interjúkat, és aztán megtanulja abból, hogy hogyan kell reagálni a világra. Viszont én félek ettől az egész szituációtól. És úgy döntöttem, hogy lófasz, nem fogok félni, mint ahogy nem féltem ott fönn sem vízipipázni a tetőn. Szembenézek ezekkel a félelmeimmel, és most ez történik most lényegében, hogy ennek esünk most neki így. Mert azért fontos ez, mert az emberek nem azért nem mernek oda menni a félelmeikkel szembe és szembenézni velük és lenyomni őket és megoldani a problémákat, mert ne lenne lábuk, hanem mert tökük nincsen hozzá. Erre jöttem rá tegnap. Neked most lesz? Hát most már nincs vissza a út, Marc. Megint elmegy ugyozni? Igen. De ő legalább nem viszi ezt a szart.
nem tudom igazából, hogy mi lesz itt az egész, de most Marci is fotózik, én oké, okay, itt vagyok, elviszlek titeket. Igazából te sem vagy riporter, nem vagy tévés, nem vagy rádiós, most több gáz lesz, hát nem értünk mi ehhez, hogy hogyan csináljunk ebből. Hát de ez az, hogy a... interjút vagy. De ez az, hogy látod, a kis hitűség. Mert hogyha ők képesek rá, akkor bárki képesen, nézek. De én tudom azt, meg te is tudod, meg mindenki tudja, hogy ilyen, hogy gravitáció. Mert tud, leejtem ezt a lófaszt is, és leesik, és ezt már sok ezer évvel ezelőtt feltalálták. De a gravitáció ugyanúgy vonatkozik a fűre, rád, még a felhőkre is. És a felhő meg kurvára nem esik le az égből. Tiszta izé, ez van egy ilyen tiszta hirtelen ötlet. Ott ültünk fenn a tetőn, és végig azon gondolkodtam, hogy miért tartok ott, ahol tartok. A faszkalap megveszi még mindig. Isten. Bokorbor kameráz. Paparazzo! Hát én most mi vagyok? Én most felhő vagyok, amire ugyanúgy vonatkozik a gravitáció, de mégis van egy, talált egy kiskaput, vagy egy kavics vagyok, ami viszont alárendelődik mindenféle más törvényszerűségnek. És azt várod, hogy ez megjövő? Hát... igen, tehát éppen ráérek. Meg éppen és mi sírjak otthon? Mi az a félelem? Egyszer olvastam, nagyon jól példázza ez a mondat. Az ember keresi a fekete macskát a sötét szobában, amiről tudja, hogy nincs is benne. Ez a félelem. Nem lesz elég lóvé, nem lesz elég biztonság, kilátást a jövő, szeretne valamit elérni, és nem lehet rá esélyt. Környezet mondja, hogy úgyse fog sikerülni, hogy Magyarországon szokás. Valójában, hogyha felismered, hogy befolyásolható vagy, és elfogadod, hogy a mindenkori környezeted nyomása, kihatással van rád, akkor elejét vetheted ezeknek a dolgoknak. Én irányítom, de tudom azt, hogy befolyásolható is tudok lenni, különösen, hogyha azok az emberek mondanak fontos dolgokat, számomra fontos véleményeket, akik számítanak. És honnan tudhatom, hogy ki az, aki számít? Hát aki állítólag szeret. Félek attól, hogy visszautasítanak, vagy félek a sikertelenségtől, vagy félek attól, hogy nem fognak becsülni, vagy nem fognak tisztelni. De azt gondolom, hogy az én kép, vagy az ego egy picit azért ezt meghatározza a félelmek a mértékét. De hogy ezt hogy lehet, vagy lehet-e egyáltalán kezelni, vagy felhasználni előrelépésre? Felhasználni úgy lehet, hogyha első lépésként én beismerem önmagamnak, hogy félek. És ezekről a dolgokról, folyamatokról, érzésekről merek beszélni. Mert a pasik általában olyanok, akik szinte kősziklából vannak, nem félnek, nem paráznak semmitől sem, minden megoldanak, mindent tudnak. De úgy általában az apák szokták játszani ezt az Isten szerepet. És akkor a számukra is, meg a gyerek számára is a pofonot következik be, amikor a gyerek felismeri, hogy az apu az emberből van. Ez egy komoly pofon. Tehát amikor megfogalmazom, hogy félek, onnantól kezdve már elkezdődik az a folyamat, amit én őszinteségnek hívok önmagamhoz. És akkor ténylegesen el tudom kezdeni vizsgálni egy adott folyamatot illetően, hogy most a fekete macska benn van a szobában, vagy nincs. Hogy ez önsajnálatból, kifogáskeresésből származik-e, vagy nem. És hogy mondjuk megtalálom benne a racionalitást, hogy tényleg igazából én a saját korlátaimtól félek, vagy kiderül, hogy azok a korlátok sokkal közelebb vannak, mint én gondoltam. Akkor mi a teendő? Akkor lehet gyűlölni a világot, vagy saját magamat, vagy... Nem értem, hogyha őszinte vagyok önmagamhoz, akkor miért gyűlölném a világot, miért gyűlölném magam?
hát ez az emberré válás folyamatának az egyik legfontosabb lépcsőfoka. Megkérdezted még telefonban, hogy olyan embernek gondollak, mint aki megeszi a másikat, és mondtam, hogy alapvetően igen, mert ez a kép ugrott be, és emellé én nagyon sokszor hallottam ezt, hogy ja, hát a csinálmos tiszta egomán, azért ilyen, amilyen. Yes. Ezért nem fogad el más. És hogy ez kritika, ez egy ha negatív jelző. Nem. Ha szemtől szembe jön, őszintén, az egy megfontolandó megmérettetés. Ha a hátad mögött jön, akkor nem foglalkozom vele. A szemkontaktus a tisztelet jele. Belenézek a szemedbe, és neked mondom el. Azt mondom, hogy egomán állat vagy. De te azt képviseled, amitől mondjuk én most félek. Így van. És ilyenkor a lehető legkönnyebb ráhúzni, hogy a csernushoz egy egomán, mint azt mondani, hogy kire emlékeztet ez az agresszív stílus? Amikor én x ideig, x óráig, évig megéltem a saját tehetetlenségemet. Az ember, hogyha valami baja van a világgal, akkor egészen addig lesz baja a világgal, amíg nem kap egy olyan rohadt nagy pofont, amit föl kell állnia és rá kell jönnie. Hogy nem. Illetve arra gondolok, hogy ez nem azt jelenti, hogy fel fog állni, mert stressz helyzetben kimutatták, hogy kétféle reakció van. Van az egérjük effektus, amikor ledermedek, vagy pedig amikor kritikátlanul elkezdek rohanni, menekülni. De belenézni a félelmeimbe, az az igazi kihívás. És mit lehet velük kezdeni? Az örvényből hogy lehet kiúszni? Kapálózok. És akkor mi lesz a vége? Kapálózásodban? Mi gondolsz? Elfáradok és meghalok. Így van. Ez egyik opció. Másik opció, hogy veszel egy nagy levegőt és hagyod, hogy levigyen. Nézzük meg, hogy hol van a vége. Mert akkor még lesz erőt kirúgni magad oldalra. Szóval... Hagyni, hogy jöjjön. Hogy megsemmisülök istenként. Önmagam istenségébe vetett hite megszűnik. És kiderül az, hogy egy mulandó, porból levő, vegetatív szükségleteit fontosnak tartó húsvér valaki. És ez kiderül számára, hogy Úristen, a kezemet x millió kukac fogja átrágni, hogyha eltemetnek a földbe. Alapvetően minden embernek tisztában kell azzal lennie, hogy ő csak egy ember. Nincs önök tisztában, és nem tisztában, nem fogadják el. Mondjuk ilyenkor mindig kíváncsi lennék, amikor az istenek reggelente szarnak egyet, és törlik a següket, mire gondolhatnak? Megvetéssel húzzák le a szarukat? Nem is akarják látni? Ez tök érdekes, nem? Istenek nem szarnak. Vagyis mi mondtad számára itt, hogy x évesen jelentkezik a serdülőkor és a felnőtt kor közti válaszvonal. De a felnőttségben nem akarsz, vagy nem mersz beleugrani, de áhítozod azokat a presztízs csomagokat, ami a felnőtteknek jár. De így nem kapod meg. Csak ennyi. Ott ültünk a sátor, VIP sátorban hátul, és megjelent egy ilyen iszonyat hippi, aki nem tudom, itt maradt. Tele ilyen lógó basszal a nyakában, ilyen piercing, de akkor sem tudtam, hogy ki ez.
és megjelent egy ilyen igazi helybéli, ilyen fogatlan bácsi, egy ilyen ekkora hatalmas könyvvel, de ilyen vastag volt. És így kérdezte, hogy művész úr, benn van? Tudtuk, hogy művész urak, hát itt vagyunk, persze. Hatalmas nagy királyok voltak. És mondta, hogy nem, hát ő a Benkő László művész úrhoz jött mindenféleképpen. Plakát, CD-borító, lemezborító, újságcikk, minden lófasz benne volt. Egy dolog nem volt benne nagyon súlyosan, nem volt benne a Benkőnek az aláírása. Akkor először elkezdtünk erről beszélgetni, és felvetetted ezt a témát, és akkor én azonnal rácsaptam, hogy milyen érdekes, hogy a köztünk lévő korkülönbség ellenére is ugyanezeket a félelmeket érzem én is, és hogy elkezdtem gondolkozni, hogy az elején ez hogy volt. Mikor fiatal gyerek voltam, akkor szinte semmi félelem nem volt bennem. Pedig mesélnek arról a korról mindent, hogy miért mindent kellett, ezt nem érzékeli az ember. Ráadásul, ha olyan családi háttérrel élsz, amiben én beleszülettem, és ami gondoskodott rólam, mind a nagyszülők, mind a szülők, és mind az egyéb körülöttem lévő emberek, akkor nem is indokolt a félelem, mert ők ezt az egész dolgot valahogy kinyomták a ház falán túlra, tehát mi belülről nem éreztük. Egészen odáig izgulok és szorongok, ameddig föl nem megyek a színpadra, és mikor meglátom a közönséget, vagy érzem a kontaktust, abban a pillanatban valószínű, hogy ez a feszült érzés ez megszűnik, és átadom magam annak a szerepnek, ezért van benned. Akinek nincs, aki nem érzi a szorongást, akiben nincsen ez a feszültség, nincs ez a félelem, az vagy dilettáns, vagy semmi köze a szakmához, vagy szélhámos, ezt magyarázta. És akkor tudatosult bennem, hogy igen, egy életen keresztül ez szépen az egyik a másikra rakódott, mert mindig olyan feladatokat kellett elvállalni, amiben tudtam azt, hogy egyel tovább kell lépnünk, és az bizony a bizonyos szorongásokkal, félelmekkel párosul, és azt leküzdöd akkor, amikor meglátod, ma ezt tudatosan gyakorlom és érzem, fölmegyek a színpadra, volt olyan, hogy érzed, hogy felmentem, és amikor a hangszerhez odaértem, mint ha kicseréltek volna. Az egyéb félelmek, amik felül írják az ember tudatos és nem tudatos cselekedeteit, azok viszont a mostani környezetben kialakult frusztrációból és mindenfajta olyan borzasztóan normák nélküli kiszámíthatatlan eseményekből adódnak. Tehát az, hogy, és ezt senki nem hiszi el, de én elmondhatom, hogy valamikor az életünk folyamán, ahogy mentünk mindig előbbre, volt egyfajta egzisztenciális biztonságérzetünk, hogy majd még ez jön, még ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni. És azt hittük, hogy mindig egy jobb világ köszön ránk, és mindig megtudtuk azt, hogy a régi az mennyivel volt gyengébb húzat, mint a mostani, és aztán így mentünk tovább. De közben annyi minden megváltozott, és ennek tulajdonképpen anélkül, hogy belekeverném a politikát, mégis volt egy ilyen vonzata, mert addig, és ezzel én nem minősítem a különböző rendszereket, de addig, ameddig egy korszakban volt maga a rendszer, ami tulajdonképpen mindannyiunknak mindannyiunknak a fegyelmezője volt, vagy azt nem mondom, hogy az ellensége, de tulajdonképpen az a része, amire oda kellett figyelni, és valamilyen módon meg kellett oldani az érvényesülésünket, és ki kellett kerülni. És azt hittük, hogy ez a világ végéig így lesz. Most egy egészen más világ lett, hogy nem tudod, hogy kire figyelj. Nem tudod, hogy hova néz, mert miközben egy dologra koncentrálsz ezen az oldalon, hátulról a másik az megtámad. Mire visszakapod a tekintetet, már elvitték ezt az oldalt. És ez így megy végig, és olyan mértékben szétszabdalja az ember figyelmét, hogy egyrészt nem tudsz koncentrálni arra, ami a dolgod lenne, meg kell találni az önvédelmedet minden oldalról. És akkor ez kiterjed nem csak a munka fázisra, hanem az éjszakára,
a bizonytalanság minden oldalon eltérít az eredeti szándékodtól, megkapkodod a fejed. És akkor összegzünk este, vagy még rosszabb, amikor éjszaka elszem magam és összegzem a dolgokat, és kifelé minden sikeresnek tűnik, mert az emberek nem hiszik el. Hát most mi nem itt beszélgetünk, hanem magunk között mi egymásnak jobbnál jobb példákat tudnánk mondani, hogy mitől vagyunk bizonytalanok, de az utcán ezt valaki végighallgatja, aztán ezt szórakozzatok már. Úgy kezeltek bennünket a Marquee Clubba Londonba, hogy így nézték, hogy ne hülyéskedjen, két lába van, két keze van. Az Eric Clapton ott állt előttünk, akkor haverkodtunk össze, meg a Ginger Baker és a Joe Cocker, meg a többiek, és utána a fogadáson, és ott izéltek, és ott tapogattak bennék, nézték a hangszert. Feküdtünk az úszómedence izébe, viszkiztünk, és hát apukám és megint és csokornyakendős pincér állt a izénél a viszkivel, és rezzenésten arccal nézte azt, hogy ezt a boldogságot is, ne hülyéskedj, ilyen nincs. És két nap múlva, amikor azt mondtuk, hogy csak egy hét múlva, most átruhanunk Monte Carlo-ból Párizsba, és egy hét múlva már jövünk is vissza. Ültünk éjjel, mindenki elmondta a maga érveit, hogy miért maradna, miért menne. Akinek nem volt olyan mit tudom én, csak özvegy édesanyukája volt, de a többiek már nem voltak körülött, az nyugodtan mondhatta, mit tudna kezdeni egy özvegy anyukával. Ugyanis a válasz az volt a telefonban, hogy Laci, azt mondtátok, amikor eljött, ekkor is akkor jöttök haza. Na de ne haragudjon, hát akkor még nem tudtuk, hogy nyerünk, meg pénzt kapunk, és hogy azt mondják, hogy most megyünk Párizsba, és fölvesszük a vizet, és a Rivieren egész nyáron ezt a lemezt fogják játszani. Ne vitatkozzunk, nekem nincsen módom abban, hogy most itt hülyeskedjünk a telefonban. Kedden vagy szerdán 10 órakor nem vagytok, hát ugye ennek a kilométerekben bele, 10 órakor nem vagytok a Vörösmarty téren, akkor be kell jelentenem, hogy diszidáltatok. Na, és éjjel 3 órakor ott állsz, és most gyerekek, ha 6 órakor, ha 7 órakor reggelizünk, és nem megyünk, az a félelem, az a halálfélelem, ami minden határon újból kiadod az útleveledet, mit csinálnak veled, mi lesz. Borzasztó. Hazajöttünk, és éreztük, hogy itt elindult valami ellenünk. Hogy megfordult a fejükbe, hogy nem jönnek. Az most már mindegy, hogy egy héttel később, most mit számít egy hét? Mondd meg nekem. Nem tudom, hogy bosszulták volna meg, vagy hogy tesznek példát mások számára, akik esetleg hasonló helyzetbe kerülnek. Tehát lehet, hogy mi elindítottunk volna egy olyan, és itt megint a félelem jön, a többi zenekarba, hogy amikor meglátják azt, hogy mi ezt megtesszük, akkor szerintem több zenekar soha többet az égvilágon nem mehet ki. És ahelyett, hogy azt mondják, hogy na, ezek megkockáztatták, megmerték csinálni, ellenünk fordult volna az összes többi, mert ezek miatt nem mehetünk mi sehova. Én a cseheknél láttam ilyet, ezért mondtam neked, hogy ez egyéni és alkati kérdés. Van, aki ezt nem bírja. Van ennek egy másik magyarázat is, hogy az érzékenység és a túlérzékenység az többet fölvállal, tehát nagyobb intervallumokat tud érzeni. Ugyanakkor jobban ki is készít. Mert a másik oldalon meg tudok olyan embereket, hogy kevésbé érinti meg, de bele is szalik. Az ajtóra kiírtuk, hogy kettes számú fényszedő, és mindenki kérdezte, hogy ez mi a lószar. Szomszédok. Szomszédok fényszedője. Tehát annak is van egy ilyen iszonyat romantikája, hogy a 80-as években, vagy hát a rendszerváltás környékén a munkának úgy volt értelme. Most meg... Múltkor már beszéltük, és megbeszéltük, hogy telefonálnak a interjúk. De jó, köszönöm, de nagyon szép. Arra tök fasz, hogy így alulról veszel, mert kurvára magasabbnak tűnök. Tudom, meg a moziban és magasan van a ház. Tudom, már mondtad. De nem, ezt nem érted. Amerikában ez a kurva egy zseniálva az meg, hogy ülsz a vász előtt, és így nézel, és fölfelé nézel. Föl, a kurva felhőkarcolók is ilyenek. Kurva jó érzés fölben nézni, bizakodva. Jó, és ezt most miért egy WC-ben csináljuk? Mi? Hogy ezt most miért egy WC-ben csináljuk?
Mert nem, nem a WC-vel, menjünk a faszba, ezért csak felhívnak a kibaszott szerkesztőséget. Na, ezt kérdeztem. Nem vagytok rosszabb helyzetben, mint mi a 80-as években. És valószínű, hogy ez a világ folyása is, hogy, hogy most éppen itt tartunk, de biztos, hogy, hogy ez, mivel van benned a te generációdban is egy nagyon erőteljes vágy arra, hogy változzon sok minden körülötted, és ti fogjátok megváltoztatni. És ettől vagytok erősek, és ezt el kellene hinni. Az is nagy baj, ha belegondolsz a mostani világban, hogy nem tudunk örülni az apró pici örömöknek, vagy az apró pici történéseknek. Mindig valami legben gondolkodunk, nincsenek legek. Ezek az életnek részei, de mi pedig ilyen grandiózus dolgokban gondolkodunk, és nem rakjuk össze ezeket a piciket, és ezek a, ha a pici dolgokat összerakod, abból kialakul majd egy, egyfajta élet. Segítek neked. A rendszerváltozás környék idő az, ami most úgy benned megfogalmazódik. A rendszerváltozással nagyon sok minden új dolog került előtérbe, de ez nagyon sok zavart is teremtett az emberek gondolatában, lelkében. Ebben én azt gondolom, nincs még rendszer. Tehát az a fajta beidegződés és megszokás, ami a 80-as éveket és a 80-as évek végét jellemezte, az a 90-es évek elejét már nem jellemezte. Tehát elkezdődött egy folyamat, ami a mai napig is tart, tehát nagyon sok olyan dolog történik még körülöttünk, amiben nem találtunk igazi rendet, és nem vágtunk igazi rendet. Tehát ebből fakadóan nagyon sok emberben sok minden kialakulatlan még. Sajnos azt látom, hogy manapság az, hogyha valaki jó szándékú, dolgos ember, az nem térül meg. Igen, én azt gondolom, ellentétben veled, hogy rosszul látod a dolgot, mert hosszú távon megtérül. Csak az a baj, hogy mi hajlamosak vagyunk rövid távon gondolkodni, és az egész életünknek ez egy alapvető hibája. Nagyon sok mindent készen várunk, nagyon sok mindenben nem akarunk felnőni. Nézd meg a párválasztások is. Az én fiatal koromban 20 évesen már családot alapítottak emberek. Most az a hangzatos szlogán, hogy nincs még kialakult egzisztenciám, nincs lakásom, nincs kocsim, mire nősüljek. Abba bele se gondol, hogy miért nem próbálja meg ezt másod magával? Nem harcolunk egymásért. Biztos vagyok, hogy a válások nagy része ezért történik, nem beszéljük ki a problématikát, ami bennünk van. Nem akarunk harcolni a másikért. Önzőek lettünk. És mindig a más kertje a zöldebb. Kimegyünk, és akkor látjuk, hogy az se olyan zöld, csak nem akarjuk tudomásul venni. Hangzatos szólamokat mondunk, ahelyett, hogy tennénk valamit azért, hogy az életünk jobb lenne. Hajlamosak vagyunk depressziós, sírós állapotba kerülni, ahelyett, hogy a megoldásokat a pici örömökbeni és a gondok megoldásán foglalkoznánk. Másra hárítjuk a felelősséget. Nem tiszteljük az időseket például, tehát alap dolgokkal nem akarunk foglalkozni. Tehát nincs adott szó, nincs becsület. Azért a 80-as években ezek alaptézisek voltak, nem? Ma meg már akkor vagy jó fej, ha átvertél engem, vagy megcsaltál, vagy üzletileg... Nem menő. Manapság. Igen, de hát... Igen, meg az volt a gáz, vagy nem tudom. Hát az nagyon nagy gáz, és én azt gondolom, a mai nap is nagy gáz. De valamitől mi nem a jót akarjuk, és nem a példát akarjuk látni. Rengeteg jó példa van előttünk. Ebbe kellene belekapaszkodni. És egymásba, bizonyos helyzetekbe, egymásba kellene kikérni egymás véleményét, és hinni egymásban. Valahogy ez nem trendi manapság, a ti
új szavatokkal ellenem. Nekünk az is dolgunk, az is a dolgunk, hogy példát mutassunk, és alapdolgokra hívjuk fel a figyelmét a nézőinknek, a fiataloknak pláne. Ne kell nyújjam neked, azért a 80-as években is voltak nehézségek, azokkal is küszködtek az emberek. Aki gyengébb volt, az valószínű, hogy elveszett ebben a harcban. De hát az egész életünk erről szól, hogy meg kell oldanunk helyzeteket, el kell végeznünk iskolát, ha szeretnénk tovább tanulni, tanulnunk kell, de rengeteg feladatot el kell végezni. Mi nagyon sok feladatot most nem akarunk elvégezni, hanem azt várjuk, hogy más végezzel helyettünk. Ez meg, pláne mostani világban, még jobban kiszolgáltatottabb helyzetet eredményez, és eltűnik manapság már, ha belegondolsz, az a fajta szociális háló, amiben az emberek úgy mindig akarnak kapaszkodni. Ez ma már ebben a mi világunkban nem létezik olyan erősen. Magunk körül forgunk ahelyett, hogy... De hát látom rajtad, hogy nincs annyira nagy baj. Hát megfogalmaztál gondolatokat, megfogalmaztál kételyeket, eddig eljutni, ez is egy óriási dolog. Gondolkodsz azon, hogy mi történik körülötted. Ugyanezt csináltam én is a 80-as években is. Tehát nekem is voltak napi gondjaim. Volt, amikor az utolsó héten már egy fillérem sem maradt a fizetésemig. Tehát ez nem a világ vége. Most végeztünk a Karcsival. Igen, hát nem, igazából nem mondott semmi botrányosat, meg nem a szomszédokról kérdeztem, meg a magánéletében nem. Hülye vagy? Nem. Nem, azt előre megbeszéltük, hogy politika nem. Hát ez a hős. Mitől hősül, meg miért, mitől válhat példaképén, segítsen, hogy... Hát gyakorlatilag ezt tudod, hát ezt magyaráztam el egész riportnak, ennek az lenne a lényege ezeknek a rövidebb interjúknak, hogy az emberek megtanulják kezelni a félelmet. Most bulvár, de... Haza? Az még szerintem messze. De és akkor miért? Hagyjuk az egészet, mert nem bulvár. Nem bulvár, hogy csináljuk. Van egy cigi. Bent. Rám csörögtek, aztán utána nem tudtunk beszélni, mert interjú volt, aztán visszahívtam őket, hogy én botrány cuccot én nem akarok, meg bulvárt, meg ilyen hülyeségeket. Arra mások is képesek, nem csak ezek az emberek, most érted, nem csákva. Tiszta nonsense-ban meg. Azt mondom, tudnak ezek a csáú. És mi a faszom? Mondjam le az egészet, mi faszom legyen most? De hogy is szar le! Csinálj tovább! Ahogy eddig. Tedd már le azt a szart, Lacikám! Jaj, ügyesek, egymást filmezik, köszönöm! Marci, menjünk tovább! Menjünk tovább, Marci! Hallgattad, és úgy érezted rajta, hogy ez nem komoly. Meg így érezted rajta, hogy ez így viccre van véve. Nem lehet, az ember nem beszélhet ilyen hülyeségeket. Talán nem kéne ilyen rohadt csúnyán beszélni, bazd meg, mert hogy nem kéne ilyen zenéket hallgatni. Na akkor azt mondtam, hogy nézd meg, Buter, ott van a gangszista Zoli, aki nagyon csúnyán beszél, és nagyon, nagyon hülyeségeket beszél, és mégis hát mekkora király. Normális felnőtt ember. Van munkája, van élete, van pénze, van mit tudom én, van gyereke, ember. Attól függetlenül, hogy csúnyán beszél, és attól függetlenül, hogy tetoválása van, attól függetlenül, hogy szerethető ember. Mikor jelent meg az életedben először az, hogy felelősséget éreztél benne? Felelősség? Az még nem jelent meg az életemben, bár most már lassan 50 éves leszek. De hazudtam, mert valóban úgy, ahogy más embereknél megjelenik a felelősség, úgy nálam soha nem jelent meg, és nem is fog. Mert én azért egy eléggé felelőtlen típus vagyok, most is még mindig azt mondják rám, hogy óriás csecsemő, meg óriás bébi, és van ebben némi igazság. Azt nem tudom, hogy sajnos, vagy jó dolog ez. Annyiban jó dolog ez, hogyha soha nem nősz fel, hogy,
hogy megmarad benned egy olyan fiatalos lendület, meg hív, amivel ezt a dolgot, amit én csinálok, ugye a zenélést, meg ezt az egész előadósdit jól lehet szerintem működtetni. Annyiban meg nem, hogyha vannak olyan dolgok, amiért felelősséget kéne vállalni, meg komolyan kéne csinálni, azt azért nehezen tudom elvégezni. Most az egyetlen, amiért tényleg felelősséggel tartozom, az a gyerekem pont, amiért itt vagyok most is, kislányom Zoé. Úgyhogy azt tudom, hogy az ő élete az nem vicc, meg az enyém az teljesen. De és ez hogy próbálod orvosolni, vagy elfedni? De orvosolja, jó édesanyja, hát dehogy próbálom orvosolni. Hát pont ez a varázsa az én személyemnek, hogy nem jelent meg benne a felelősség. Nem is kell megjelentetni, mi a szar. Most már egy jó ideje felfedeztem, hogy ha nincs az életedben valamilyen rendszer, vagy valamilyen valami, ami tartást ad és felelősség tudatra nevel egy picit, nem úgy, ahogy a többi ember, csak kicsit. Akkor nagyon szét tudsz folyni, mert én azért éltem úgy, a hétvégeken most is, meg amikor buli van a zenekarral, azért most is szépen szétcsapom magam, meg azért odavágok az érzésnek, és meg szeretek idétlenkedni, meg hülyéskedni, de azért rájöttem, hogy a mérleg másik felébe is kell valamit pakolni, hogy ne folyjak el. Tehát, hogyha azt csinálnám, hogy csak azt a részét csinálnám, ami ezzel a bulizás részével jár együtt, akkor azért már lehet, hogy már temetőben lennék. Erre így rájöttem. Idővel, mondjuk lehet, hogy ez is valamilyen komolyodás, bár nem hiszem, hogy ez nagyon-nagyon az lenne. Én magammal ki vagyok békülve, tehát az első dolog mindig az, hogy magaddal legyél kibékülve, a saját magadat fogadd el, és utána tudsz megbarátkozni a környezeteddel, meg a világgal. És én úgy gondolom, hogy én magammal ki vagyok békülve, én jól érzem magam a bőrömbe, meg vagyok elégedve azzal, amit csinálok, nagyon szerencsés vagyok, mert azt csináltam, amit szeretek, és ezzel még egy kis pénzt is keresek, nem sokat, de annyit, igen, hogy el lehet karistolni vele. Úgyhogy nem kell megalkudnom igazából nagyon komolyan semmilyen dologban, és egy csomó embernek az a nagyon nehéz szerintem, hogy az egész élet egy megalkuvás, és olyan dolgokat kell tennie azért, hogy megélhessem, hogy megéljem, hogy eltartja a családját, hogy amit nem szeret, és amihez nem fűlik a foga, és én nekem ezt hál' Istennek sikerült kikerülnöm. Tehát én azt mondom, hogy az én életem igazából sikeresnek mondható. Én legalábbis úgy érzem, nem vagyok világsztár, nem vagyok milliómos, sokszor vannak filléres gondjaim is, de jól érzem magam a bőrömbe, és ez a legfontosabb, hogy tükörbe tudsz nézni, nem köpöd le magad a tükörbe, akkor szerintem már teljesen rendben vagy. Csinálnál valami másképp? Dehogy csinálom, még egyszer ugyanezt, ha végigcsinálhatom és visszatennék 20 évesnek, akkor még egyszer ugyanígy szétvágnám magam, és új de király, annyira jó érzem magam, hogy ez fantasztikus. Remélem sokáig tart még ez a karisztolás, mert nagyon-nagyon nem szeretném még befejezni. Hogy éled meg a kritikát, mondjuk az életmódodra kapcsolatban? A kritikát? Hogy megkérdezem, hogy kis pofont adjak, vagy nagyot? Tehát nem, semmi, hát a kritikát azt el kell fogadni. A bölcs ember, meg az intelligens, az az ember, akinek van némi intelligencia szintje, az nem sértésnek vesz a kritikát, hanem az egy olyan dolog, amit vagy megfogadsz, és megpróbálsz változtatni azon, hogyha a kritika negatív volt, és te úgy érzed, hogy van benne valami igazság, vagy megpróbálsz rajta változtatni, vagy nem próbálsz meg rajta változtatni, és az se baj, de akkor sem kell visszatámadni, hogyha te úgy érzed, hogy ez egy negatív kritika volt. Figyelj, minden véleménynek van alapja, valószínűleg. Van akinek tetszik, amit csinálok, van akinek nem. Ez olyan dolog, hogy persze elfogadom azt a kritikát, és hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy teljesen fals út, amin én járok, apa, hát csináld jobban. Támadásért. Ér téged, akkor a személyes ezért nagyon jó box lesz héket venni, hogy a támadásért akkor... De nem úgy, tehát hogy mondjuk azt érzed, hogy megpróbálnak ellehetetleníteni, vagy megpróbálnak alátenni. Jaj, hát ebben az országban az azért ez eléggé gyakori, tehát ez hamar megszokott, hogyha a Magyarországon nősz fel, akkor hamar megszokott a fúrás, az alátevés, az egymásnak a rossz indulatú, egymás életnek rossz indulatú befolyásolása az egy teljesen normális életfolyamat. Úgyhogy ezzel nincs mit meglepődni, ezt meg kell tanulni kezelni, semmi. Fel kell vérteznem magad, tehát tényleg olyan kell lenni, mint egy sündisznó, hogy mindenkihez és minden dologhoz úgy közelíteni, hogy hiszem a látom majd. Tehát semmi nem szabad ilyen hurra optimizmusra, hogy de jó, ezt is ígérték, azt is ígérték, aha, majd lásd meg, majd várd meg, hogy mi lesz belőle. De ettől függetlenül optimistán kell hozzáállni az egész az élethez, meg úgy kell, meg úgy is jó lesz, minden siker, minden jóra fordul, az lehet, hogy soha, de hát nem baj, de legalább hittél benne, hogy majd. Nekem a jelenedet ne baszd el. Így, ahogy mondod. Nem kell túlmagyarázni semmit. Ugyanígy ezt a dolgot sem, ami körülöttem meg, ami én vagyok, meg ami te vagy, image, kinézet, viselkedés, attitűd, ezeket nem kell túlmagyarázni, nem kell ezeket túlihegni. Vagyok, aki vagyok, kész, szerettek vagy nem szerettek. Nem kötelező se megvenni a lemezeinket, se eljönni a koncertünkre. Aki eljön, az érezi jó magát, aki nem, az nem, de nem kell ez a
hogy meredj meg. Nem. Mindenki az, ami, és mindenkinek hagyni kell, hogy az legyen, ami szeretne lenni. Tehát mindenkinek meg kell találni saját magát. Az nem baj, hogyha építkezel valahonnan. Én is loptam innen onnan, összelopkodtam saját magamat. És aztán utána azt, mint tüzes fáklyát emeltem az égnek, és fölírtam rá, hogy hajrá Boca Juniors. És végletekig ragaszkodjon hozzá az ember? Abszolút. Mindenképpen. Tehát kompromisszum volt soha. Ha teheted. Ha végképp kénytelen vagy, akkor nyilván. Nem, de akkor is áldozatok árán. Ha meghalsz, akkor vigyél magaddal legalább 4-5-öt. Igazából ez egy harc. Persze, de vidám. Tehát ez olyan, mint egy vidám merekedés egy kocsmában. Az úri közönség évfél után széklábakkal merekszik. Milyen ütése van ennek? Beszedsz 2-3-at, akkor... Azt mondja, röhögni kell. Hát akkor ilyen lesz, fogad, mint az enyém. De ilyen van. Ezt nem nagyon értem, ezt a szót, ezt a kifejezést, ezt az expression nem nagyon értem, hogy kapunyítási pánik, az mi? Attól még kell félni, hogy nem sokára baszni kell. Arról szól, nem az arról szól, hogy felnőtt férfi vagy, megkeresed magadnak a pénzed, és saját magadért vállad a felelősséget, és annyira az nagyon, az nagyon gáz, igen. Nekem még mindig besegít egy csomó szanyám, pedig mondom már 140 éves leszek jövőre, de a múlt el az meg 250. De még mindig besegít, és ez csodálatos dolog, mert mindig a kisfia maradok, és minden anyukának a kisfia van. Aztán van, aki kevésbé segíti a fiát, van, aki több, vagy lányát, és van, aki többé-kevésbé. De ez olyan dolog, ez valóban, ez egy látod, de ez egy jó kérdés, meg erre így fölkészülni, hogy hűha, most már aztán magam érdeke felelősséget vállalom. Egy pillanat irány. Hol a faszomba tartottam? Hogy mikor érzed a felelősséget, mikor jöttek az első felelősségérzetet saját? Nem jött soha meg ez, hagyjam már ez a felelősségérzetet, én elgőrülök. De az valóban az valóban ijesztő lehet, hogy hú, mostantól aztán én vagyok felelős saját magamért, a kurva életben, nincs kinek enni a hülyeséget. Még nincs kitől segítséget kérni. Hát nálam mondom, Uther még a mai napig segít, hogyha kell, meg van egy csomó barátom, van a családom többi része, nekem csomó támaszom van, de ez egy szerencsés eset részemről, de van, aki tényleg magára marad, azt nem irigylem. Akinek se barátja, se szülei, se családja, csak azt mondja, na akkor old meg az életedet. Az így meleg. Azzal nem cserélnék, de akkor is meg kell tartani az egészséges jókedvet. Ez a lényeg. Minden tudjál röhögni, tudod, mint a Monty Python filmben, a Brian életében végén, a always look on the bright side of life. Nagyon fontos mondat. Mindig nézd a naposra, amikor keresztre vagy feszítve, akkor is. Mindig nézd a naposra. Azért innen is lekerülhetünk valahogy, érted, felakasztanak, és lelőnek, levágják. Valami lesz. És az utolsó pillanatban is mindig hiszek, ami a kivégzés előtti 3 másodpercet. Valami történik. Magadban hiszel, vagy a csodában? Mindig először magamban, aztán amikor látom, hogy a szar se ír, akkor a csodában. És volt-e olyan, vagy van-e most akármi, amit félelemmel töltel? Hát az egyetlen, amitől igazán, most azt kell mondani, hogy senkitől és semmitől, érted? Soha mert hogy csak az fér be, hogy azért tudnak. De nem. Mert minden, még a legnagyobbak is félnek valamitől. Hát én leginkább attól félek, hogy az a fajta elégedettség és boldogság, ami most tölt el, és most így jellemzi az életemet, hogy az minden elmúlik, mert megy előre az idő, öregszel, megváltozik körülötted a világ, megváltoznak a dolgaid, mással kell elfoglalnod magad, és ez így rendben van, csak azt sokszor nehéz elfogadni, amikor az ember nagyon szeret valamit csinálni, és ez egyszer elkezd elfogyni, és akkor egyszer csak vége van annak, és akkor más kell kitalálnod magadnak. De mindegy, a lényeg az, hogy attól félek, hogy bizony változtak a dolgok, és megy előre az idő, és akkor így lassan azért minden elmúlik, megnő a gyereked, olyan aranyos így kicsinek, de hát persze ő is egyszer így felnőtt nő lesz, és akkor jönnek majd a kismókusok, és akkor meg kell vennem a baseball léget, ki kell ütni 100-as szögekkel. Ettől félek, hogy így megy előre azért. Az egyetlen az idő múlása. Ez ami, nem is félek tőle, hanem kicsit rossz érzéssel tölt el néha, de hát ez egy teljesen természetes dolog, ezt is el kell fogadni, mint a kritikák. Meg fogod egybe tartani magad, bár amennyire mondom az én életmódomon lehet, de mondom, hogy pakolok a mérleg másik oldalába is, hogy minél tovább tartson ez az időszak, ami most tart épp az életemben. Úgyhogy ennyit lehet tenni. Aztán sokkal többet nem, mert nem vagyok én Isten. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig
olyan segédeszközökhöz nyúlok folyamatosan. Tehát én meditálok minden nap. Hát nem is tudom elképzelni, hogy meditáció nélkül ne csúsznék vissza valami alacsonyabb állapotba. Tehát van Fodor Ákosnak egy jó kis háromsoros költeménye, amit megjegyeztem, mert nagyon ide passzol, azt mondja, amit nem emelsz, szüntelen süllyed. És itt a szüntelen két helyre vonatkozik. Amit nem emelsz szüntelen, szüntelen süllyed, de ő csak egyszer írta le. Tehát szüntelen kell emelni, mert szüntelen süllyed. Tehát önmagától a nehézkedés irányba megy. Sajnos. Ez a probléma, hogy pont mi alatt, ugye, pont a mulandóság elve alapján. A halál az nem más, mint a változás. Tehát bizonyos dolog meg is hal azáltal, hogy megváltozik, mert hogyha például veszünk egy kockát, és a kockának a sarkát lecsapjuk, akkor mondjuk azt, hogy az a kocka sarokot meghalt. De valójában nem történt más, csak mint lekopott a kocka sarka. Tehát még sincs halál, de mégis van. Tehát ez arra érdekes, hogy... Ki hogy fogja föl? Tehát, hogy átéljük. Tehát például, amíg mi az öntudatunkat a testünkön hordozzuk, hogy a test vagyunk mi, addig a test halálával az az öntudat is kénytelen átélni a halált. Nem tehet mást, mert hiszen ő azt gondolja, hogy ő maga a test. Tehát, hogyha egyszer meghal a test, akkor ő meghal. Na de az az öntudat, aki nem gondolja, hogy ő maga a test, mert fölismeri, hogy az öntudata messze több annál, mint sem a test, hanem az egész létezéssel, ez legszorosabb kapcsolatban, az igazából úgy éli át a halálát, hogy ő gyakorlatilag tudatosan átéli a halálát, átéli, tehát mégse halál. Szerinted ez hogy lehetne orvosolni, vagy hogy lehetne megszüntetni ezt a fajta félelmet? Hát úgy, hogy az ember fölismeri, hogy nem ő maga a test, és a változás is ő maga. Hát ő maga csinálja a változást, ő maga változik állandóan. Tehát ugyebár nézzük meg, hogy 3 évesen is én voltam, tehát én tudatom volt, és úgy hittem, hogy én vagyok. Mondtam 3 éves koromban. De közben 4 évesen is azt mondtam, meg 15 évesen is, meg 36 évesen, meg 50 évesen, és mindegyik én másmilyen volt, változott folyamatosan. Tehát én magam csináltam a változásokat önmagamban. És erre képzeld el, hogy most már, most 58 éves vagyok, hát egyáltalában nem vágyom már ráülni arra a hintalóra, arra a kis fahintalóra, ami miatt én meg voltam nagyon sértődve 4 éves koromban. Ki nem elégedett, az miért nem az? Hát vigyú, mindig van valami gyakorlati ok, amire rátelepszik az elégedetlenség. De én láttam a kubaiakat, amikor Kubában voltunk, és azt soha nem felejtem el, hogy ennél szegényebbet én még életemben nem láttam, hogy bemegy a boltba valaki, és nincs ott semmi. Effektív. Tehát képzeld el, Havannába én magam direkt bementem ilyen közértbe, ahova már eleve csak jeggyel lehet menni vásárolni, és ott egy polc tele volt rakva orosz barack befőttel, és kész. Tehát aznap, és nem tudom, hogy hány napon keresztül, csak orosz barack befőttet lehetett kapni abban a boltban. Tehát magyarul se kenyeret, se tejet, se semmit. És ez a nép, amelyik így él, ez minden este kiment az utcára, az utcasarkokra, ahol egy rögtönzött zenekar ilyen szambát játszott, és ott táncoltak. A legkezdetlegesebb hangosító berendezése. És nyomták a talpalarról volt öregem, és képzeld el, hogy azok a szegény, rossz bőrű emberek, mert nincs kozmetikum, érted? Szóval ott a csajoknak mosószappannal mosták a bőrét, tehát semmilyen kikent, kifent dáma, hanem szép, eredendően szép ilyen félvér emberek ott táncoltak rendkívül vidáman ekkora nagy mosollyal. Tehát ez azt jelenti, hogy a legszegényebb helyzetben is lehet elégedett az ember. Az nem egy külső dolgoktól függő valami. Ugye az ember vágyai, azok nem tükrözik az ő szükségleteit. Tehát ez a legnagyobb probléma szerintem, hogy a vágyak és a szükségletek szétágaztak. És különben ez az egész társadalmi berendezkedés, amiben már egy jó ideje élünk, tehát akár 100 vagy 150 éve, tehát amióta kapitalizmus van. Igazából a kapitalizmusnak a mondjuk úgy, hogy a látványos negatív aspektusát látjuk. Tehát ami nagyon látszik rajta. Ez, hogy az emberek meg vannak bolondulva. Ez a fogyasztói társadalom, ez abszurdum.
Ez csak arról szól, hogy föl kell tenni az embereknek a vágyát a legrafináltabb eszközökkel, ezt hívják PR tevékenységnek, meg a médiákat erre használják, hogy az embereket sóvárgásra biztassák, hogy ők vásároljanak. És ezért a szükséglet és az igény az szétvált. Tehát messze a szükségleteink fölött vagyunk. Még én is, aki nem hajszolok ilyen különösebb nagy álmokat, ilyen anyagi álmokat, még én nekem is sokkal többen van, mint ami a szükségletem közvetlenül. Igaz, hogy én elégedett is vagyok. Tehát kérlek szépen, az, hogy az ember hálás, felismeri, hogy micsoda visszahozhatatlan minden egyes másodperc. Nem szabad kidobálni egymás után a másodperceket ahhoz, hogy rosszul érezzük magunkat. Miért? Mert rosszul érezni nem jó. Igaz? Nem szeretjük rosszul érezni magunkat, mert nem jó. Van egy kedvenc példám, amit egyszer kitaláltam, és azóta lusta vagyok egy másikat kitalálni helyette, és ezért ezt újra és újra elmondom, amikor ez fölmerül, hogyha kezembe veszek így egy téglát, tegyük föl, hogy itt van a kezemben egy tégla, de ez persze ugye hazugság, mert nincs, de tegyük föl, tehát itt van, hogy ez egyszerre jó és rossz és semmilyen. Egyszerre. Mert hogyha így az érdedet megütöm vele, akkor rossz. Ha viszont beépítjük valahova egy falba hasznosan, akkor jó, és ha meg csak letesszük és nem is veszük észre, akkor meg közömbös. És ugyanaz az egy tégla. Tehát nem kell egy másik téglát keresni, ez az egy tégla már egyszerre háromféle. Azt szerint, hogy milyen viszonyba lépünk vele. Na most, emiatt, ezt én igaznak gondolom, és emiatt van az, hogy minden egyszerre sokféle. Tehát amikor valaki kesereg valami miatt, az ő szempontjából igaza van. Amikor valaki örül ugyanannak, az az ő szempontjából megint csak igaz. Tehát igazából, ugye belülről érezzük, ösztönösen érezzük, hogy jogunk van a boldogsághoz, mert hogy a létezésünk az a boldogságra van teremtve. Tehát ezt mindenki érzi, mert különben nem lenne probléma, hogyha nem boldog. Miért ne találjuk meg az útját annak, hogy boldogok legyünk? És például nem kell külső körülményekben keresni a boldogulást, mert a legváltozatosabb külső körülmények is alkalmasak arra, hogy boldogtalanok legyünk benne, vagy boldogok. Tehát még a legdrágább jacuzziban ülve is lehet öngyilkos az ember. Egy élőlénynek a szükséglete, hogy egyen. És ha ezt a szükségletét nem engedjük meg neki, akkor előbb-utóbb elpusztul. És ugyanakkor meg az élet, az ugye az életről szól, élet. Tehát valójában, ha egyszer átérzem annak a lénynek a helyzetét, amiatt, hogy én is érzem, hogy nekem mennyire jó, hogyha elhetek, és nem kell éhen halni, akkor már csak az együttérzés okán, tehát az egyszerű emberi jóérzés, együttérzés okán nem akarom, hogy őt szenvedjen. És ugyanakkor meg megvan a másik fele, hogy viszont egymásból élünk, tehát az élő lények egymást fogyasztják. És akkor e két véglet között, hogy enni kell viszont egymást, a kettő között van valamiféle középút, ahol a viszonylag legjobban, legharmonikusabban lehet ezt a játszmát végigjátszani. Mindig csak a poláris ellentétek között tudunk lavírozni, hogy a lehető legjobb a legkisebb rossz árán. Tehát így vagyunk az evéssel, hogyha elégedettek akarunk lenni. Tehát végülis a harmónia megteremthető a végletek között. És igazából nem egy objektív jó meg rossz játszik, hanem valahol a balansz, hogy tehát kénytelenek vagyunk megölni élőlényeket, mert azzal, hogy megyünk a járdán a cipőnkkel, számolatlanul rálépünk hangyákra vagy bárkikre. És ez valahogy bele van kombinálva azzal, hogy ilyen nagy lábunk van. Tehát a mi létformánk az még véletlenül is képes halálokat okozni. De ezt én nem tartom bűnnek, hanem ez valahogy az élettel együtt járó dolog. Ugyanakkor ugye előbb-utóbb egy betegség fog majd minket elvinni innen. Tehát mit tudom én, amikor már nagyon öregek vagyunk, és nem tudunk ellenállni, akkor mondjuk egy megfázás vagy influenza. És akkor ugye a legtöbb ilyen nagyon öreg ember valami tüdőgyulladás vagy ilyesmiben hal meg végső soron. Hát azt is bacillus okozza. Tehát gyakorlatilag ott vannak a bacillusok, akik majd minket megölnek. Van egy balansz az életben. És hogyha ott az ember középen tud maradni, akkor az összes
rosszat tudja úgy szemlélni, hogy az a szükséges rossz, és az összes jónak tud örülni, hogy az jaj, de jó, hogy az van. És ebből az állapotból alakul az ki, hogy például én most boldog vagyok, pedig el van zsibbadva a lábam. Tehát nem csökkenti a boldogságomat az elzsibbadt lábam. Engem sem ügyek, vagy az enyémet sem ügyek kinyújtott. De különben nem, semmi baj vele. Ezt csak példaként mondom, hogy nem egy akkor, de különben kinyújtom, az előbb is ki is nyújtottam. Hát ez az, nyújtsuk ki. De az az érdekes, hogy ugye micsoda rossz lenne az az érzés, hogyha a lábam zsibbadásával párhuzamosan a jókedvem is elmúlna. Nem is tudom, azt hiszem apámtól hallottam ezt a mondást. Ő nagyon sok ilyen okos dolgot mondott, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ezek ilyen nagyon nagy igazságok, vagy nagyon nagy okos dolgok. Ő azt mondta, hogy én attól nem leszek kevesebb, ha valaki több. De jó, ez egy nagy bölcsesség. Tehát ez tényleg, ezt, hogyha az ember meg tudja fogadni, akkor képes az életnek rendkívül sok kis pontján normális, harmonikus állapotban lenni. Mert ugye most is jöttem ide autóval, és figyeltem itt a közlekedést, hogy micsoda idegesen igyekeznek az emberek elől menni a sávban. Tehát a másik elébe menni, meg elől menni, meg nem engedni, hogy őket megelőzzék. Tehát ilyen ostoba marhaság a játszma, mert nincs vége, tehát nem lehet elől menni, mert mindig lesz az ember előtt valaki. Tehát egyszerűen nem tud véget érni a dolog, nem lehet elől menni. És nincs olyan, hogy ő elé ne forduljanak be, mert legrosszabb esetben egy piros, és akkor tessék, az összes többi megy ő előtte. Tehát ez egy hülyeség, de mégis emberek ösztönösen játsszák ezt a játékot, hogy ő megy elől. Na de ettől nem lesz boldog. De közben milyen az, hogyha az ember szépen tudja, hogy innen el kell jutni oda, és közben meg hát szükségszerűen menni kell. És akkor nézzük, hogy hát hogy lehet a legjobban menni. Hát nyilván úgy, hogy nem megyünk neki senkinek. Meg nem hagyjuk, hogy nekünk jöjjenek. Tehát, ha valaki nagy erővel akar bejönni abba a sávba elém, az én autóm elé, amiben én is megyek, hát akkor inkább lelassítok, nem? Hát hagyj jöjjön be, mert akkor hagyj, neki kell menni, akkor menjen. De én ebből nem csinálhatok érzelmi problémát, hogy van meg ő előzött. Hát ez borzasztó, nem is előzött le. Dehogy előzött le. Ő csak ment abban a sávban, ahol én, egy picivel előbb. Nincs leelőzés. Nem lehet egymást leelőzni valójában. Szóval ez benne a vicc, hogy ez a szöveg, hogy attól én nem vagyok kevesebb, hogy más nagyobb. Ez nagyon jó szöveg. Ez nagyon jó. Tehát az, hogy attól én nem vagyok hülyé, vagy nem megyek hátul, hogy valaki elém jön egy autóval. Nem megyek attól hátul. Szerintem akár meg lehetne tanulnunk nem maszkokat, meg állarcokat szűni azért, hogy fennugrálhassunk a tetőkön, meg hogy segíthessünk, meg megmenthessük az embereket. És valószínűleg nem lenne szabad félnünk attól, hogy elfogadjuk azt, hogy hősök léteznek. Senki nem segít.